Varga Géza a párt mezőgazdasági kabinetjének a vezetője lesz a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje a Békés megyei 3-as számú választókerületben. A Kalocsán született, de a Pest megyei Galgahévízen működő, vegyszermentesen gazdálkodó szövetkezet elnökeként is tevékenykedő szakpolitikus péntek délelőtt mutatkozott be Gyulán. A jelöltállítás folyamatáról Szabó Ferenc kampányfőnök azt mondta, ebben a kérdésben is messze ők voltak a legdemokratikusabbak a parlamenti pártok közül. Minden alapszervezet jelölhetett egy jelöltet, ahol gyakorlatilag a tagság meg is hallgatta a programját, elképzeléseit, majd a jelöltek a megyei választmány előtt ugyanezt megtehették, illetve az országos elnökség előtt még egyszer. Minden jelölt, aki jelölve lett, meg lett hallgatva, függetlenül a képességeitől, függetlenül a programjától, mind a megyei választmánynál, illetve mind az országos elnökségnél. Varga Géza kijelentette, a Jobbik radikalizmusa számára egyfajta szakmai radikalizmust jelent. Programjának legfontosabb eleme a munkahelyteremtés lesz. Egy felmérést végeztettünk egy közvélemény kutató céggel erről a térségről, hogy mit szeretnének az emberek, és ebben messze kimagaslóan a munkahelyteremtés szerepelt. De ezt még nem mutatom, hogy ez a programomnak ez lesz a központi eleme, hiszen ez a program még nincs kész. Most november és december hónapban minden településen lakossági fórumokat tartunk, amely lakossági fórumon egyrészt ismertetjük a már alakuló programot a jelenlévőkkel, másrészt de várjuk tőlük, hogy adjanak további ötleteket és igényeket jelentsenek be, hogy hogyan alakuljon ki ez a program. A képviselő azt mondta, durva kampányra számít, de ebben nem szeretne részt venni, inkább a szakmai érvekre próbál megtámaszkodni. A szakmai múltam az többet jelent, többet mond, majd a választóknak is, mint az, amit én mondanék. Hiszen az a fontos, hogy valaki mit csinál, vagy mit csinált, mit tett le az asztalra, sokkal fontosabb, mint amit a kampányban egymás mocskolódásával el tudna érni. Tehát úgyhogy én inkább a szakmai múltamat, mint erőforrást fogom felhasználni annak érdekében, hogy meggyőzzem a választókat arról, hogy érdemes abban gondolkodni, amit én képviselek. Varga Géza 4 éve Szentesen indult képviselőjelöltként, az országgyűlésbe listán került.